Sziasztok! Hát akkor vágjunk is bele a mai forgatásba, aminek főszereplője ez a két autó itt áll mellettünk, hogy mik is pontosan ez a két autó. A jobb oldalt, ez a fehér, vagy hát nektek bal oldalt, szóval rendezői jobb. Szóval ő, ez a fehér, egy 2021-es faceliftes új modell, a hőpumpával, az elvileg nagyobb aksival, erről majd vissza fogok térni még, hogy mit tudunk most jelen pillanatban róla, illetve a másik oldalon ez a szürke autó pedig egy 2020 elejé gyártású normál long range. Mind a két autó teljesen gyári állapotban van, nem nyújt hozzá senki. Azért is halasztottuk ezt a tesztet, mert azt az autót, amit felajánlottak nekünk vasárnap, egy másik fehéret, amit láthattatok annak a videónak a végén, az sajnos kiderült róla több olyan módosítás, ami teljesen értelmetlené tette volna a tesztet, hiszen volt rajta utólagos zajszigetelés, illetve meg volt rajta véve a performance boost is, tehát az már a gyorsabb volt, tehát semmi értelme nem lett volna összehasonlítani így a két autót, hogy mi hány lóerős, mi mennyire hatékony, milyen a zaj és a menetkomfort benne, szóval ezért ezt elnapoltuk. A másik dolog, amire elnapoltuk ezt az egész dolgot, hogy arra vártunk, hogy erre az újra megjöjjön egy friss szoftver, mert jelenleg egy olyan szoftververzió van rajta, ami nem is adott ki a Tesla soha, tehát nem volt hivatalos OTA verzióba. Ez nevezetesen a számok kedvelőinek a 2020.35.202.1 ilyen verzió soha nem volt, és arra vártunk, hogy megkapjuk a legfrissebb szoftvert, és úgy hasonlíthassuk össze. Erre a mai napig nem került sor, tehát ezen az autó még mindig ez a szoftver van, ennek az az oka, többször utána kérdeztünk, illetve megpróbáltunk utána járni, adtunk fel hibajegyet a Teslának, stb., hogy ő már valószínűleg csak a V11-et fogja megkapni, ezért a V10-es szoftver, ami az összes többi az autón, ezen is, illetve az enyémen is rajta van, a 44-es végződésűeket már nem fogja megkapni. Tehát ezen egy két hónappal ezelőtti szoftver van, természetesen készülünk arra, hogy ha megkapjuk a végleges szoftvert, akkor újra forgathatjuk akár ezt az egész epizódot, de nem szeretnék vele várni, szeretném megosztani azt, hogy most mit tapasztalunk, szóval ez nagyon fontos, hogy az a mostani állapotot fogja tükrözni. Mind a két autón a gyári 18-as aerofelnis kerekek vannak, mind a kettőn téli gumi, az egyiken egyébként Nokian, a másikon pedig Continental, de nem hiszem, hogy ez jelentősen befolyásolni a tesztet. Szóval ezekkel az alapinformációkkal vágunk neki a maginapnak, odakint ilyen, hát, ocsmány 3 fok van, ott fogunk majd menni. Az a tervünk, hogy az M4-esen elmegyünk, és megmérjük, hogy az autók mit tudnak 90-nél, 110-nél, illetve 130-nál, mind a fogyasztásra, mind a zajszint tekintetében végzünk méréseket. A mérések elvégzéséhez még két nagy segítséget is kapunk. Egyrészt mind a két autó a Tesla Fihez hozzá van kapcsolva, tehát minden olyan dolog, ami történik az autóval, logolásra kerül. A másik pedig, hogy mind a kettő autóban elhelyeztünk egy Scan My Tesla nevezetű dolgot, amiről egy külön videón fog szólni részletesen, hogy mi. Lényeg a lényeg, hogy belelátunk mind a két autónak az agyába, és pontosan látjuk a kilowattokat, a felhasználható energiamennyiséget, és még egy csomó minden adatot. Szóval szereljük be a kamerákat a két autóba, és vágjunk neki az M4-esre. Sziasztok! Na, hát üdv mindenkinek innen az M4-esről, ahogy látjátok, 100-zal haladunk éppen kifele. Most én megyek elől egyelőre az új faceliftes fehér autóval, mögöttem jön pedig Krisztián a szürkével, de egyébként majd egy kicsit nagyobb távot fogunk hagyni, hogy ne legyen az a probléma, hogy majd biztos szélárnyékba jött, és azért fogyasztottunk így vagy úgy. Lássátok, most 100-zal megyünk. Folyamatosan megy mind a két autónkban a Scan My Tesla is, amivel folyamatosan nyomon követjük, hogy mennyit fogyaszt az autó. Nekem például ilyen 13 kW környékén ugrál az az áram, amit éppen ebben a pillanatban felhasznál az autó, és az a tervünk, hogy 10 km-t menjünk konstant sebessége, hogy össze tudjuk hasonlítani, hogy a két autó hogyan fogyaszt. Ez a tesznek a fő célja, és ezt megismételjük több különböző sebességgel is, hogy lássuk, hogy mi a különbség, pontosan mi hol mennyit használ. Egy nagyon picurkát jöttünk innen az LV parkosok telephelyétől az M4-es elejéig, és már az alatt nagyon meglepő számokat tapasztaltunk. Jó 3 kW-tal alacsonyabb volt a faceliftesnek a fogyasztása, ami szinte 100%-ig a új hőszivattyúnak a számlájára írható. Szóval egészen elképesztően hatékony, majd külön meg fogom mutatni nektek, hogy amikor állunk, 1 kW alatti számokat írogatott az új faceliftes autóban a felhasznált áram, míg a régebbiben 3 kW is volt. Ez ugye 2 kWh-nyi különbség, ami azért valljuk be igen jelentős. Most én például 16-4-jel haladok itt a 100-zal a tempóban, lassanként szólítom Krisztiánt a telefon túloldalán, hogy ő mit hal, illetve mit lát, nem hal, mit lát. Szia Krisztián, neked mennyit, mit ír most a 16-4 nálam a fogyasztáson? Nálam a fogyasztás a 194 wattóra, aha, kilométerben 9,4. Aha. Szép. Na várjál, kinyitom én is az Energy Screen-t, hogy az hova fog, még most van egy szép nagy hegy rajta nálam, gondolom nálam is. Ahogy... Nálam is ugyanez az alakzat rajzolódott ki. Egy pont mindjárt a 10 km-es scale-en, pont mindjárt a közepén fog igen. Ez a elindulás utáni kiemelkedés. Ja. Most meglátjuk közben, itt a 90-es zóna, de tartjuk a 100-at, kemények vagyunk. Meglátjuk, hogy ezen mit sikerül menni. Hát ha még egyébként nem jött ki elénk senki, tehát teljesen konstansul megyünk 100-on. Egyébként nekem kezd ilyen 15-7-16 alatti számokat írni a 10 km-es átlagra, úgyhogy benne van ez az óriási nagy kiugrás, majd kíváncsi vagyok, hogy ez mit fog
változni. Nálam még mindig, nálam 191-ről épp 192-re emelkedett, de nagyobb pici emelkedő volt, úgyhogy 190 fölött vagyok. Ez meg 16, ez nagyon durva a különbség. Nem gondoltam volna, hogy ekkora különbség lesz. Itt vagyunk Gyömrő határában, kezdjünk bele a mérésbe. 110-zel megyünk most éppen, és kiraktam ide a 10 km-es átlagot a képernyőre, és egyébként Krisztiánt is megkértem, hogy ő is ugyanezt mutassa, hogy majd utólag össze tudjam vágni nektek, hogy ő mit érzékelt ebből. Azért látjátok a Krisztián képéből, hogy nem vagyunk közel egymáshoz, szóval nem szélárnyékba autózunk, meg semmi ilyesmi. Megpróbálunk konstant 110-zel haladni, és megpróbáljuk ezt tartani, reméljük a forgalom is ezt engedi, hogy lássuk, hogy ténylegesen mit fogyaszt. Eddig minden jel arra mutat, hogy ez az autó kifejezetten jól fogyaszt, de szeretnék tényleg olyan számokkal elétek állni, ami mögé én is tudom vállalni, hogy igen, ez szerintem is annyi. Neked most mit ír a battery powerhez? Az nálam ilyen 13 környéke, 14, ahogy most így haladunk 110-zel, ugye a második sor közepe. Továbbra is megvan az a plusz 3, ahogy mondtad, akkor ott azon a részen 16-17 volt. Most 18-19-20, 20,2, 20,7, 21, 20,9, 21,3, 22, 23. Jó, köszi. Jó. Na, most itt össze-vissza ugrál nyilván. 3 különbség, és érzed folyamatosan. Szóval az elmúlt 10 kilométeren folyamatosan 110-zel jöttünk, gyönyörűen látszódik ezen a grafikonon is, hogy nem kellett egyszer se fékeznünk, nyilván egy kicsi egyenetlenség van benne, tehát azért dimbes dombos egy kicsit a grafikon, de semmi extrém dolog nem történt, ami befolyásolhatná a mérést, úgyhogy nagyon-nagyon jó értékekkel számolhatok be nektek, vagy nagyon megbízható számokat mondhatok nektek, úgyhogy nagyon jó kis mérés volt, látjátok most is a tipikál vonal és az átlag teljesen egy vonalban van most, ahogy itt folyamatosan haladunk, úgyhogy először megmondom, hogy én mit látok, aztán megkérdezem Krisztiánt, hogy a másik autóban a régebbi long range-ben mit lát mögöttem. Én jelenleg 14,5 kWh per 100 km, vagy ahogy a Tesla ír, a 145-ös számokat látok, ami szerintem egészen fenomenális, úgyhogy mindjárt megkérdezem. Most mondja Krisztián. Bocsánat, hogy közbevágtam, 17,171 kWh per kilométer. Tehát 171 nálam meg 147, ez azt jelenti, hogy több mint 20 wattóra per 100 km a különbség, ami azt jelenti, hogy 2 kilowattal többet fogyaszt az autó, a régebbi, mint az új. Ez egészen elképesztően meglepő dolog, erre ekkora különbségre, és ennyire könnyedén kimutatható különbségre én sem számítottam. Szóval nagyon-nagyon-nagyon jó ez az új autó. Most megálltunk egy kicsit, mielőtt folytatnánk a tesztet, egyrészt azért, hogy ne legyen túl nagy alapzaj, másrészt meg azért, hogy jobban tudjak magyarázni, mit tapasztaltunk. Egyrészt meg tudja nektek Krisztián is a másik autóban ugyanazokat a screeneket mutatni, hogy tök jól össze tudjuk nézni. Kezdjük először Krisztián azzal, hogy amióta elindultunk a szalomból, 42,8 km tettünk meg, ami összesen 7 kWh áram nálam, és 16,1-es fogyasztást jelent ez. Ez nálad micsoda? Nálam 42,7 km tettünk meg, 46 perc indultunk, 185 wattóra per kilométer. 180 mennyi volt, bocsánat? 185 wattóra per kilométer, 18,5 kW. Jó, nálam meg 16,1 vagy 161, igen. Ez nagyon szép, jó. Oké, és egyébként látható, látjátok, majd be fogom vágni mind a kettőnknek az aksia benne állt a szalomban, úgyhogy ilyen 20 fok körüli az aksi, 20-22 fok, semmi különbség. A kerekek is ugyanúgy vannak fölfújva, szóval minden adott ahhoz, hogy ezt az adatot teljesen valódinak értékeljük. Szóval egészen elképesztő. Tehát az, hogy 2-2,5 kW-tal kevesebbet fogyaszt, hát ennyit számít a hőpumpa, hiszen semmi más különbség tudtunkkal nem készült. Persze a Teslánál sose lehet tudni, hogy még mihez nyúltak hozzá. Szóval nálad mit ír, Krisztián? Én most, hogy itt állunk az autóban, 20 fok van az autóban, 0,7 kW-ot, azaz 700 wattot eszik összesen az autó, hogy 20 fokon tartsa az autót nálad. Ez mit mutat a ScanMy Tesla? Milyen adat? Először kezdeném, 3 fok van kint. Nálam a ScanMy Tesla ez 3 fölötti érték. 3 fölötti érték. És nálam is 20 fokra van állítva a klíma, mind a két oldali. Jól látható majd a felvételen. Ja. Szóval hát ez az óriási különbség a két autó között. 0,65, azaz 650 watt kontra majdnem 3 kilowatt, szóval hogyha ugyanabban a mértékegységben, hogy ne zavarjuk össze a kedves nézőket, szóval 650 watt kontra 3000 watt, ez óriási különbség. Tehát minden egyes órában, ameddig az autó így áll és fűteni kell, teljesen függetlenül a sebességtől, ez a plusz extra fogyasztás, ez most már eltűnt ebből az autóból, szóval egészen elképesztően hatékony lett az autó. És még ki tudja, hogyha egyszer megkapja az új szoftver, még mi mindent fogunk látni. Most vissza fogunk menni egy kis technikai szünet után a pályára, és megpróbálunk egy 130-as tesztet, hogy ott is meglássuk, hogy mi a különbség, úgyhogy a reklám után visszajövünk.
Na most, hogy megvolt az első 110-es mérés, most visszamegyünk Krisztiánnal, és a 130-as mérés is meg fogjuk csinálni. Megpróbálunk legalább egy 10 km 130-al menni, majd meglátjuk, hogy ezt a forgalom hogyan támogatja, de már eddig is nagyon szép és nagyon hiteles méréseink vannak, úgyhogy szerintem ez nagyon-nagyon nagy dolog, és szerintem egyébként YouTube premier is mindenhol. Lehet, hogy még angol feliratot is fogok ehhez készíteni, mert szerintem ilyen mérés senki nem csinált még, úgyhogy ez szerintem egy nagyon-nagyon jó kis anyag lesz. Na, de vágjunk bele akkor a dologba. Én nyomok egy D-t, megjegyzem egyébként 0,8 kW-ot használ el az, hogy 20 fok legyen az autóba, úgyhogy nagyon jók vagyunk. Én elmerem mondani, hogy 2,7 volt ez az érték, hát. 0,8-ot említetted. Igen. Na szóval látjátok, 130-an ilyen 21-22-es fogyasztást tudunk produkálni, 20-22 attól függ, hogy mennyi éppen az aktuális dolog. Most egy kamion kijött elénk, úgyhogy le fogunk lassulni, de a grafikon nézitek, az viszont nagyon beszédes. Közben Krisztiánt megkérdezem, nálam 21-8 az elmúlt 10 km, neked mi jött ki? Az elmúlt 10 km 23,5. Hát akkor ez ugyanaz a 2 kW, amit eddig is megállapítottunk, szóval ez konstansnak tekinthetjük, és most lelassítottunk. Túl vagyunk a 130-as teszten, szóval szeretnénk mesélni arról, hogy az elmúlt 30 kilométeren mit tapasztaltunk, ahol többnyire 130-al jöttünk, egy nagyon picit kellett lelassítanunk. Krisztián, én erre a 30 kilométerre 18-8-as fogyasztást látok, nálad mi jött ki ugyanerre a szakaszra? Nálam egy 20,7-es fogyasztás jött ki erre a 30,3 kilométerre. Nagyon jó, tehát az ugyanúgy a 2 kW különbség gyakorlatilag, és amióta elindultunk a forgatás kezdete óta, az 73,1 kilométer, az 17,2-es fogyasztás nálam. Nálam 19,5. Az ugyanúgy 2 kW plusz-minusz pár száz watt. És akkor még nézzük meg a két grafikont, hogy arról is tudjunk mesélni a többieknek. Nekem a 25 km-es van most itt nyitva, az 16,6-os fogyasztást ír. Nálam ez 18,4. És a 10 km-esre mit látsz? 16,7. Az meg 15,8, tehát az egész közel van. Egyébként én hallok egy újfajta hangot ebbe az autóba, amit eddig nem hallottam, egy ilyen mély brummogás, ami néha-néha időszakosan előjön, szerintem ez a hőszivattyúnak a hangja. Ezt is többen kérdezték, hogy én érzek-e bármit, úgyhogy én ezt tapasztalom. Kerek 100 km tettünk meg azóta, amióta elindultunk a forgatásra, és szeretnénk itt összegezni a számokat, hogy milyen fogyasztási adatokat látunk. Én ez alatt a 100 km alatt pont 18 kWh áramot használtam, ami 18,2-es átlagot jelent. Mindjárt megkérdezem Krisztiánt, hogy ő mit lát ugyanerre a 100 km-re. Érték 20,4 kW. Szóval nálam 18,2, a Krisztiánnál pedig 20,4, tehát itt is megvan a 2 kWh-nyi különbség. Szóval azt kell mondanom, 100 km után is pontosan ugyanezt a 2 kWh-nyi eltérést tapasztalunk, amit az elején is tapasztaltunk. Brutálisan jó lett ez az autó. Azt kell mondanom már most, és szerintem a végén is ez lesz a verdikt. Már teljesen mindegy, hogy 75, 77, 82 mekkora is ebben az aksi, majd ki fog derülni, természetesen meg fogjuk ezt nézni alaposabban. Viszont a lényeg, hogy a fogyasztása egészen elképesztő, és még az is simán benne van ebbe a pakliba, hogy ezen is még tudnak faragni, hiszen ne felejtsük el, ahogy mondtam a bevezetőbe, egy több mint 2 hónapos szoftver van az autón, és hát ugye a Teslánál rosszabb, még nem nagyon lett szoftver, most az ilyen kis apró UI hibáktól tekintsünk el, de hogy a fogyasztás biztos, hogy csak jobb lehet az Balázs, megkérdezhetem, hogy mennyi az aktuális akkuértéked? Nálam 56,2%-os az aksi, ami azt jelenti, hogy 39,7, tehát ippek, hogy 40 kW-nyival kevesebb áram, vagy kilovattórányi áram van még az aksiban. Ez nálad micsoda? Nálam 51,1% és 35,6 kW. Tehát egy 5 kW különbség, kilovattórányi különbség van kettőnk között. Úgyhogy összesen gyakorlatilag egy egálból indultunk, tehát 1 kW volt a különbség, amikor indultunk a két kijelkezett szám között. Szép, nagyon szép. Na, hát megtettünk 10 kilométert most már a 90-es tempóval, és szeretném ezt is összegezni, hogy itt miket tapasztaltunk. Az elmúlt 11,6 kilométer óta, tehát ahol legutoljára megálltunk, nekem 14,2-es fogyasztás van neked, Krisztián? 16,9. Tehát ott is a szokásos 2,5-3 kilowatti különbség, és a grafikonon a 10 kilométerre nekem 15,4. Nálam 18. Hú, ez nagyon durva. Ezt a 15-16-os fogyasztást szeretném kontextusba helyezni. Az autó most azt mondja, hogy ez 260 km-nyi range van még hátra, úgyhogy alig van kicsit fél fölé töltve az autó, 55%-on van. Ez egészen elképesztő. Ez azt jelenti, hogy bőven 500 km fölött van a range ilyen országutas tempóban. Nyilván ez nem annyira életszerű, de valakinek lehet az a felhasználási módja, hogy így használja ezt az autót. Szóval ugye 568-at ír a Tesla a VLTP hatótávra erre az autóra. Az biztos, hogy az új aksival, ez amikor behúztuk 100%-ra se írt ki 130-nál nagyobb számot, de ismétlem, szerintem ez a szoftver miatt van, és természetesen abban a pillanatban, hogy megkapjuk az értesítést és föltelepül az új szoftver, ez az első dolgom, hogy erről videót csinálok nektek, hogy mennyi is az annyi. Most is 16-on áll az elmúlt 10 kilométer,
nagyon-nagyon jól fogyaszt. Még ezért Krisztián megkérdezem, hogy nálam 15,9, gyakorlatilag 16 az elmúlt 10 kilométer, biztos vagyok benne, hogy Krisztiánnál is a két 18,6. Hát ez a standard szám. Úgyhogy... Szóval a videó végére nem maradt más hátra, mint hogy lezárjam a dolgokat. Nagyon-nagyon köszönöm még egyszer az EV Parknak, és külön köszönöm Krisztiánnak, hogy eljött velem, és követett engem, és minden dolgokba segített. Rengeteget fogjátok hallani a hangját telefonon keresztül, hiszen ő mondogatta be az adatokat folyamatosan, hogy mekkora a különbség a két autó között, de gyakorlatilag azzal lehet összefoglalni, hogy 2-3 kWh-val kevesebbet teszik az ő új hőpumpának köszönhetően az új autó. Szóval a legfontosabb mérőszám, 150 km-t mentünk el az autókkal, végig egyébként ő volt hátrébb, de bőven szélárnyékon belül, tehát ez elvileg még segítenie kellett volna. Ennek ellenére ő 20,1-es, míg ő pedig 17,6-os fogyasztással zárta ezt a túrát. Szóval látjátok itt a végső számok között is, hogy 2,5 kWh per 100 km-re vetített fogyasztás különbség van a két autó között, ami rengeteg. Nagyon sok, hiszen gondoljatok be, hogyha elmegyünk 300 km-t, akkor 300 km alatt több mint 7 kW-nyi energiát spórolunk meg, ami nagyon finoman használva akár 50 km-t is. Tempósabb autópálya körülmények között mondjuk 20-30 km-t jelent, de az akkor is 20-30 km télen. Az aksi kapacitásra én nem merek semmit kijelenteni, azt mondom el nektek, amit tudok, hogy ő a Scammy Teslában 75-öt, míg ő pedig 78 környékét, 77,8-at mutat, mint totál elérhető kapacitás, amikor új az akupak. Úgyhogy ezek után döntse el mindenki, hogy a Tesla rakott-e bele kisebb aksit az zsírúj modelljébe, mint az ez év januári norm egyen régebbi long range-be. Szerintem teljességgel kizárt, úgyhogy várjuk meg a V11-et, és visszatérünk erre a kérdésre. Range-től teljesen függetlenül még megállapíthatom, hogy ez az autó sokkal-sokkal jobb lett, mint az elődje. Nyilván nem kell rohanni azoknak, akik már megvették az előző példányt, hogy hú, az mennyivel jobb. Nyilván, ha csak valaki upgrade-elne, akkor nincs akkora óriási különbség, de aki eddig esetleg kicsit húzta a száját, hogy hát itt vannak esetleg kicsit olyan anyagminőség, vagy valami, ami szerintem nem a legjobb, próbáljátok ki, nézzétek meg ezt az autót, nagyon jó lett belülről is, nagyon jó lett esztétikailag az egész autó, és ahogy ebben a videóban láthattátok, bődületesen javult a fogyasztás, és ennek hatására egyébként természetesen a range is. Ha még ezek után mégiscsak megkapta a 82 kWh-s aksit, és ez majd bizonyítást is nyer, természetesen akkor vár minket az ágyúgolyó futam, és meg fogom mutatni nektek, hogy ez az autó azon az 500 km-en hogyan teljesít, hiszen bármennyire 560 km környékén van a WLTP range, nyilvánvalóan ez autópályán nem igaz, hanem nagyon kellemes számokat láttunk, nagyon biztató számokat láttunk, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon szép eredményeket fog elérni. Lehet, hogy erre csak jövőre kerül sor, majd meglátjuk, hogyan alakul a szoftver erre, illetve ki lesz az ő vetélytársa. Nem maradt más hátra a végére, hogy elköszönjek tőletek. Köszönöm, hogy velem voltatok, remélem, hogy találtatok ebben is hasznos információkat. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, csengős ikonka, és ha bennetek maradt bármi kérdés, nyugodtan keressetek meg. A következő videónál találkozunk. Sziasztok!